Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. A legjobb vérvonalú és tulajdonságú hidegvérű csődöröket Kaposváron bírálták el a napokban. A mémvizsgán több feladat is volt. Több mint 200-an léptek színpadra szombaton az idei Somogyi Néptánc antológián. A tavalyi év legjobb koreográfiáit láthatta a közönség. Ismét lesz honvédségi tábor a Bodrogi Kalandparkban. A katonák által is szervezett egy hét alatt nagyon sok élmény és feladat vár a résztvevőkre. Jó estét kívánok! Az átlagfogyasztáson felül is támogatott energiaárral segíti a kormány a családokat és a vállalkozásokat. A nagycsaládosok számára a gázár, a mikrovállalkozások számára pedig a napokban bejelentett áramárkedvezmény jelenthet sokat. Ebben a kaposvári családban 4 gyermeket nevelnek. A szigetelt házban cirkofűtés van, ami előállítja a melegvizet és a fűtésről is részben gondoskodik, de egy cserépkályhát is használnak az otthonuk melegen tartására. Ezzel együtt a nagycsaládosok gázár kedvezménye nagyon sokat jelent a szülők számára. Nagyon megemelkedett a gáznak az ára, és nagy szerencsénkre azzal, hogy cserépkályával is és gázzal is fűtünk, így pont beleesünk abba az ár kategóriába, amiben még kedvezményesen tudjuk a nagycsaládos kedvezményt igénybe tudjuk venni. Emellett, ahol csak lehet, spórolnak a vízzel, villannyal és a gázzal is. Igyekszünk megtanítani a gyerekeknek, hogy figyeljenek oda az értékekre. A víz véges, a villanyt időnként le is lehet kapcsolni, és a gázt, ha nem muszáj, akkor nem muszáj 28 fokra felfűteni a lakást, elég 21-22-re, és hogyha jó az idő, akkor ki lehet nyitni az ablakot is. A kormány a napokban egy a mikrovállalkozások számára kedvező hírt is bejelentett. A korábban egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozások esetén az átlagfogyasztásig eddig is kedvezményes tarifát érvényesítettünk, azonban e felett 165 forint per kilowattot fizettek, ezt most a lakossági piaci árral megegyezően 70 forint per kilowattot csökkentjük, tehát úgy gondoljuk, hogy ez a mikrovállalkozásoknak legfeljebb 10 főt foglalkoztató, legfeljebb 2 millió euró árbevétel rendelkező mikrovállalkozások számára, akik korábban egyetemes szolgáltatásra voltak jogosultak, komoly segítséget jelent. A tárcavezető tájékoztatása szerint a kormány csak a lakossági rezsicsökkentés fenntartására közel 1500 milliárd forintot fordít idén. Rendkívül jelentős energiamegtakarítást értek el a kormányhivatalok és a járási hivatalok az elmúlt fűtési idényben, mondta hétvégén egy videóüzenetben a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. György István közölte, ezekben az intézményekben a gázfogyasztás 53%-kal, az áram pedig 26%-kal csökkent. Ennek oka az átgondolt működés, illetve hogy évek óta zajlik ezeknek az épületeknek az energetikai fejlesztése. Az ingatlanokat hőszigetelik, napelemes rendszerekkel szerelik fel, és kicserélik a nyílászárókat is. Május 1-ig 10 pénzintézet emeli meg a lakossági bankszámlák díjait, így akár több ezer forinttal is emelkedhetnek a fogyasztók éves terhei, tájékoztatott ma a Magyar Nemzeti Bank. Az MNB felhívta a figyelmet arra is, hogy az emelkedés mértéke adott esetben akár még meg is haladhatja a tavalyi 14,5%-os inflációt. A különböző számlák közt akár egy bankon belül is lehetnek érdemi díj különbségek. A jegybank weboldalán ugyanakkor elérhető egy kalkulátor, amellyel valamennyi ma elérhető bankszámla tarifáit össze lehet hasonlítani. Idén érezhetően megnőtt az érdeklődés az aszálykárok elleni biztosítások iránt, miután a tavalyi szárazság súlyosan érintette a honi termelőket, közölte ma a generáli biztosító. 2022-ben majdnem 1,5 millió hektárról jelentettek súlyos szárazságot Magyarországon, és a társaságok nagyjából 41 milliárd forintot fizettek ki az érintetteknek az aszály és a szélsőséges időjárás okozta egyéb károk enyhítésére. Egyre több agrárvállalkozó választja a díjtámogatott növénybiztosítást, mert ebben az esetben a befizetendő összeg egy részét a jogszabályban meghatározott állami szerv visszatéríti. A gazdák ma már a károkat leggyakrabban okozó természeti kockázatok mindegyikére köthetnek biztosítást. Így az őszi, a téli és a tavaszi fagy, a tűz, a jég, a vihar, az aszály, az árvíz, illetve a felhőszakadás okozta veszteségekre is.
21 mén vizsgázott a napokban a Kaposvári Pannonlovas Akadémián. Először egy küllemi bírálaton vettek részt a lovak, majd fogadban és szánon súlyokat húzva kellett feladatokat teljesíteniük. Nem csak a környező vármegyékből, hanem az ország távolabbi pontjairól is érkeztek Somogyba tenyésztők, hogy próbára tegyék hidegvérű csődöreiket. Vihar 3 éves és a Latról hozták a toponári ménvizsgára. Csapó Attila, az állat tulajdonosa elmondta, több mint 20 éve foglalkoznak hidegvérű lovakkal. Otthon 10 kancát tartanak, szeretnék őket fedeztetni. Évente mintegy 30-40 esetben magántenyésztőknek is segítenek az utánpótlás biztosításában. Vihart kiváló pontszámmal engedték tovább a gyakorlati vizsgára. Június 26-án lesz 3 éves, ő a Bogdási önkormányzat tenyésztette, de én hozzám került már 6 hónapos korba, mivel ott a polgármester meghalt, és én megvásároltam a lovakat, csikókat, mindent, és így neveltük föl ezt a fiatal mént, és most ide hoztuk. Tavaly a testvérét hoztam, és van otthon még egy testvére, még egy öccse, ami jövőre fog érkezni. A hidegvérű lovak újra a reneszánszukat élik, hangzott el a rendezvényen. Korábban azt hitték, hogy a mezőgazdaság digitalizációjával majd eltűnik ez a robusztus fajta, hiszen elsősorban nehéz munkákra használták, ugyanakkor egyre több helyen lovagolják őket, vagy fogatóznak velük. Egyes példányokra, amik jobb mozgásúak, és nem az a túl nehéz típus képviselik, remekül lehet lovagolni, úgy gondolom hobbi szinten, túralovaglás, esetleg 1 méteres akadályoknak a átugrására is képesek, valamint a fogatolás. Most városi fogatok vagy turistacsoportok szállítására kiválóan alkalmas a nyugodt idegrendszere miatt és a hatalmas testtömege miatt. 14. éve zajlanak ménvizsgák Kaposváron, hazánkban ugyanis csak az a törzskönyvezett hidegvérű ló fedezhet, amely ezt teljesíti. Idén 21 csődöt hoztak el a Lovas Akadémiára, főként a Dél-Dunántúli régióból, de érkeztek tenyésztők például Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegyéből is. Az alkalmassági vizsga mondhatni duplájára emeli egy-egy példány értékét. Volt olyan méncsikó, amely 3,5 millió forintért cserélt gazdát. Itt valójában a ménvizsgán egy 100 pontos küllemi bírálaton vesznek részt. Ez a fajta tulajdonképpen munkalónak lett kitenyésztve, és azt nézzük, hogy a küllem a ló használhatóságával milyen arányban van. Tehát itt nézzük a fajtát, nemi jelleget, összbenyomás, fejlettséget, izmoltságot, fejet, nyakat, mart, hát, ágyékot, far, mellkas mélységét, szügy és a törzsnek az alátámasztását az elülső lábak és a hátulsó lábak vonatkozásában, illetve a lovak alapjármódjait lépésben és ügetésben, a szabályosságot, térnyerést és a hosszúságát is bíráljuk. Azok a lovak, amelyek megfeleltek a küllembírálaton, a gyakorlópályán folytatták a vizsgát. Itt fogadhajtásban és szánon súlyokat húzva bizonyítottak. Hogyha ezt a szintidőt nem tudják teljesíteni a mélyjelöltek, akkor az összbenyomásukban természetesen ez hiba pontokat ér. Ezen felül minden fogaton van egy fogadbíró is, akinek adott kimért 200 méter távolságon belül a lépés, illetve az ügetés számot kell számolni. A mélyjelöltnek a lépés-ügetés hosszára következtetünk ebből. A lovak egészségi állapotát természetesen állatorvos is felügyelte. 40-60 között van az átlagos pulzusszám, de a fogatozás után felmegy 80-110 közé. Míg vissza nem áll, nem húzhatja a súlyokkal teli szánt az állat. A lovak megadott mennyiségű munkát végeznek itt, befogva a kocsi elé, és utána kell nekem megmérni több alkalommal a pulzusukat, és ennek az emelkedésén, illetve a csökkenésével tudjuk elbírálni, hogy mennyire edzett az állat. Egy ló megbotlott, így végül 20 csődör teljesítette sikeresen a megmérettetést. 7 ponttal jobb volt a Szeged. A kaposvári kosarasok 88-81-re kaptak ki hazai pályán. Nem sokára jövünk a meccs összefoglalójával. ...220 fellépővel tartották meg idén a 22. Somogyi Néptánc antológiát. Az Együd Árpád Kulturális Központban a tavalyi év legjobb koreográfiái mutatkoztak be szombaton. A
Borkut Tánc Együttes nyárádmenti darabokkal készült a kaposvári gálára. A társulat 20 taggal érkezett, összetételének különlegessége, hogy általános iskolástól egészen az idősebb korosztályig vannak táncosai. Rendszeres résztvevői a somogyi fesztiváloknak, ezen a találkozón is többször felléptek már. Vannak olyan néptánc csoportok, akik keresik az újítási lehetőségeket, ők azonban inkább az autentikus vonalat képviselik. Köröshegyről érkeztünk. Tavaly 2022-ben volt 15 éves a Borkut Néptánc Együttes. Hát mi egy hobbi együttes vagyunk, de igazából inkább egy nagy család. Mindenki szívvel, lélekkel a néptáncot műveli, próbáljuk autentikusan visszaadni a kiválasztott tájegység táncait, népzenéjét, illetve énekeit, dalait. Nem csak néptánc, hanem népzenei csoportok is bekerültek a folklór válogatásba. Az Agora népzenei műhely vonósai például szilárdsági dallamokat játszottak. Örülnek, hogy minél több programon megmutathatják tehetségüket. Azért nagyon jó, hogy a népzene is előtérbe kerül egy kicsit, mert ugye sok éven keresztül a táncosok mutatkoztak meg ezen a versenyen, de most egy pár éve annyira szépen felfejlődött, hogy így mondjam, a népzene oktatás is így a megyében, hogy most lehetőséget kaptunk mi is már talán második, harmadik alkalommal is, hogy a népzene is megmutatkozhasson, úgyhogy azért fontos, mert szerintem itt a megye néptáncos élete mellett a feltörekvő népzenei élet is meg tud mutatkozni. A formációk ezúttal is teltház előtt léptek fel. Óriási sikert aratott a lengyel-tóti Ördöngős táncegyüttes produkciója, akik most kalotaszegi koreográfiát hoztak. Az antológiára azokat hívják meg, akik évközben maradandót alkottak, jubileumot ünnepelnek, vagy különféle versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el, illetve televíziós tehetségkutató műsorban szerepeltek. 2022-es Csóri Sándor Népművészeti Fesztivált követően a megyében ez az első olyan komoly, nagylétszámú rangos rendezvény, amely összefoglalja Somogy vármegye népművészeti kultúrájának a legjobb alkotó közösségeit, illetve megmutatja ezeknek az alkotó közösségeknek a 2022-es évi munkáját. Így 220 fellépő, 13 alkotó műhelytől, népzenészek, hagyományőrzők és néptáncosok a megye minden szegletével érkeztek ide. Somogy egyébként etéren kiemelkedik a többi vármegye közül, hiszen nagyon sok tánccsoport őrzi a hagyományokat. És bár a szervezők szerint a koronavírus járvány miatt némileg csökkent a művelők száma, térségünk még most is az ország élmezőnyéhez tartozik. A tervek szerint a nyár végén adhatják át a teljesen átépített és felújított Siózsilipet. A beruházás célja, hogy javuljon a fenntartható vízkészletgazdálkodás és a Balaton vízszint szabályozásának lehetősége, valamint hogy biztonságosabb legyen a vízleeresztés. Az új műtárgy egyfajta idegenforgalmi látványosság is lesz majd. Azt várjuk, hogy ahogy említettem, ezeket a mindenki számára nagyon fontos létesítményeket is befejezzük a nyári hónapokban. Onnantól kezdve ugye, egy egészen más megvilágításba helyezzük majd ezt a területet, hiszen meg lehet nézni, közel lehet menni, gyönyörű kilátás lesz majd mindenhonnan. Tényleg egy ilyen szabadidős és rekreációs területté válik ez a rész. Már lehet jelentkezni a nyári táborokba. A Magyar Honvédség az ország több mint 50 pontján, csaknem 200 turnusban várja a fiatalokat, akik a foglalkozások ideje alatt számos praktikus tudással is gyarapodhatnak. Ez nagyon ideális helyszín, ezért is választottuk idén is Bodrogot. Ezen a területen például a víztisztításra teljesen alkalmas, illetve a tó környékén idén már vízi átkelést is fogunk gyakorolni. Idén már második alkalommal rendezik meg a honvédelmi tábort Bodrogon. Lesznek visszatérő gyerekek is. Reggel korán volt egy ébresztő, ezt követte egy testnevelés foglalkozás. Ez azért volt egy kicsit szokatlan, mert ugye nagyon korán volt. Aztán ezt délelőttől estéig nyúló hosszú, intenzív foglalkozások követték, például víztisztítás, ugye elsősegélynyújtás,
A nap végén általában mindig volt tábortűz. A bodrogi tábornak a szervezők szándékai szerint több célja is van. A Magyar Honvédség népszerűsítése, a társadalom és a Magyar Honvédség egymáshoz, tehát a kapcsolatának szorosabb átétele, illetve a diákokban egy az afiság szeretetének felélesztése. A honvédségi táborokon kívül még számos program várja a látogatókat ebben a völgyben. Ugyanúgy megtalálható nálunk a paintball, a szabadulószoba, az élményautózás, a szituációs ház, mint ami az eddigi években is volt. Idén szeretnénk fejleszteni egy kis fejlesztéssel egy élménycsónakázást, szeretnénk biztosítani, ez egy ilyen régi rendőrségi motorcsónakkal. A Magyar Honvédség által szervezett táborokat idén már csaknem 200 turnusban hirdették meg az ország 56 helyszínén. Játékos vetélkedőre várták az időseket néhány nappal ezelőtt a somogyi rendőrök és egészségügyi szakemberek Marcaliban. A témakörök között szerepelt az áldozattá válás megelőzése, a vagyonvédelem, az internetbiztonság, a közlekedés biztonság és az egészségmegőrzés is. A versenyen 5 egyenként 3 fős csapat mérte össze tudását, az első helyet a két helyi nyitott klub esély elnevezésű gárdája szerezte meg. Híradónk végén sport, 11. helyen fejezte be a Kaposvári Vízilabda Klub az OB1-es bajnokság alapszakaszát, miután a 26. fordulóban a csapat győzni tudott Miskolcon. 4 perccel a vége előtt még 10-10-re álltak a felek, és sokáig úgy is tűnt, hogy ez marad a végeredmény, de 12 másodperccel a vége előtt Aleksa Petrovszki betalált, amivel el is dőlt a 3 pont sorsa. Az alsóházi rájátszásban a Szeged lesz a KVK első ellenfele. Szoros meccsen szenvedett vereséget a hétvégén a Kométa Kaposvári Kosárlabda Klub a Szegedtől. A KKK az alsóházi rájátszás 4. körében hazai pályán kapott ki 88-81-re. A találkozó nyílt volt az utolsó percekig, a végén azonban a vendégek kosaraira már nem volt válasz a hazaiaknak. Újabb hazai meccsel folytatta szombaton a play-outot a Kométa Kaposvári KK. Az együttes ezúttal a Szegedet fogadta, melyet az a Nikola Lazics irányít február óta, aki tavaly még a KKK vezetőedzője volt. A találkozót a fehérmezes hazaiak kezdték jobban, akik sokáig őrizni is tudták néhány pontos előnyüket. A Szedeák jó darabig legfeljebb egyenlíteni tudott, a negyed utolsó percével azonban már átvette a vezetést. A KKK Parsons kosarával a második játékrész közepén tudta visszaszerezni az előnyt, amit aztán egészen a félidő végéig megtartott. A hazaiak kiválóan semlegesítették a Szeged pontgyárosát, Desmond Washingtont, aki a félidőben csak 2 pontig jutott. A nagy szünetben a KKK vezetett 38-36-ra. A térfélcsere után azonban a szerepek is felcserélődtek, a Szeged a harmadik negyed első felében visszavette a vezetést. Hiába próbált újra előnybe kerülni a KKK, a túloldalon a hazai kosarakra mindig volt valakinek válasza. A hajrában érve aztán a csendesebb első félidőt produkáló Washington megpecsételte a Kaposvár sorsát, a vendégek irányítója 1 perccel a vége előtt egymás után a második tripláját dobta be, és így már 5-tel vezettek a csongrádiak. A KKK pedig hiába próbálkozott a végén, kimaradtak a dobások, így a Szeged megérdemelten nyert Kaposváron. Gratulálok fiúknak, szerintem megnéztünk egész mérkőzést is, megérdemeltünk, nyertünk, azért mert majdnem egész mérkőzést is mi kontrolláltuk és vezetünk. Most azt mondtam fiúknak öltözőben, hogy játszottuk mi csapat, játszottuk, szerintem volt hiba mindkét oldalon, támadó védekezésben, egész mérkőzést is nem dobtunk be semmi, 3 pont fölleg, de kulcs pillanatban Washington dobta 2-3-as és vége nyert. Először is gratulálok a Szegednek a győzelmükhöz. Nagyon rossz ritmusban játszottunk, de nem csak a mostani meccsen, már az utóbbi meccseken. Energia nélkül szerzett labdáink után nem futunk, hanem egy közepes tempóba kocogunk, amit nem tudom, kevés, így nem lehet meccset nyerni. Tehát rengeteg párharcot veszítettünk, lepattanóknál is, játék közben is, szabadlabdákat nem tudjuk megszerezni, és hát nem támadunk túl okosan.
A fél időben csak 2 pontnál tartó Washington végül 23 ponttal zárt, a KKK-nál pedig Brown volt a legeredményesebb 27 találattal. A Kaposvár jelenleg a 11. a tabellán. Az együttes szerdán a Paks otthonában folytatja a play-outot. Főbb híreink még egyszer röviden. A legjobb vérvonalú és tulajdonságú hidegvérű csődöröket Kaposváron bírálták el a napokban. A mémvizsgán több feladat is volt. Több mint 200-an léptek színpadra szombaton az idei Somogyi Néptánc antológián. A tavalyi év legjobb koreográfiáit láthatta a közönség. Ismét lesz honvédségi tábor a Bodrogi Kalandparkban. A katonák általi szervezet egy hét alatt nagyon sok élmény és feladat vár a résztvevőkre. Hat örömlányt futtatott egy siófoki pára, feladatokat is felosztották egymás között. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30 új adásra jelentkezik Kapos Sport magazinunk, benne a többi között fallabdával és terepbringával. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A Kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés. Egy hideg front alakítja térségünk időjárását, így holnap is felhő átvonulások várhatóak, elszórtan záporokkal. A hajnali órákra 7-9 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 15-17 fok körül alakulnak. Szerdán már napos, száraz időnk lesz, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Az északnyugati szél viszont megerősödik. Kora reggel 6-8 fokot, délután 14-16 fokot mérhetünk. Csütörtökön hajnalban lesz a mostani kisebb lehűlés mélypontja, ekkor többfelé 5 fok alá süllyedhet a hőmérő hikanyszála, sőt, néhol talajmenti fagy is előfordulhat. Péntektől ugyanakkor ismét felmelegszik a levegő, és visszatérnek a 20 fokok. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft., a Dési Huber utcában igényes kivitelben épülő 30 lakásos társasház ingatlanjainak értékesítője.